Sziasztok! Én Kovács Ilona vagyok, és ez itt az Igazságok, Szex, Kapcsolatok YouTube csatornája. Mindenkit üdvözlök szeretettel és tisztelettel az oldalamon. Nos, az a videó már elkészült a hölgyeknek, hogy hogyan nevelj, kezelj egy férfit körülbelül. Viszont a hölgyeket nem nevelni és kezelni kell, hanem bánni kell velük, azaz hogyan bánj egy nővel. Mint egy királynővel, mint egy hercegnővel, mint egy grófnővel. De nem véletlenül mondják, hogy tenyerén hordoz. Tehát légy rá nagyon büszke. Szeresd őt. Minden nap mondd el annak a nőnek, hogy szereted, és fontos számodra. Ezt a nők imádják hallani, imádják érezni, és nem véletlenül kérdezik mindig, hogy szeretsz még, meg ilyen. Nem véletlenül raknak fel mindenféle kérdéseket, mert ha nem hallják ezt folyamatosan, akkor bizony úgy elbátortalanodnak, és ők is tudják magukat elveszettnek érezni. Ugye beszéltem a hormonális dolgokról is, hogy tinédzser kortól életünk végéig hullámhegyekben és hullámvölgyekben élnek a hölgyek. Amikor a hullámvölgyben vannak, ez általában a menstruáció előtti néhány napban van, a menstruáció idején, és a menstruáció utáni néhány napban. Jó, igen, tudom, ez kicsivel több, mint egy hét, és akkor nagyon mélyre tudnak zuhanni a nők, és ilyenkor, uraim, azon kívül, hogy legyetek türelmesek, együttérzést várnak el a nők. Tehát a nők nem azt várják, hogy te okoskodj, affektálj, megoldásokat adj, meg lerázd őt, meg ilyenek. Hiszen a mai nők, már kemény vagány csajok vannak, a mai nők már meg tudják oldani a problémáikat, meg azért talpra esettebbek, jobban tudnak már szervezkedni, intézkedni, egész egyszerűen együttérzést kívánnak el. Lehet, hogy te most neked nagyon nincs kedved, vagy nincs idő, ne, tehát mindenre van idő, amire akarjuk, hogy legyen idő. Igenis, ülj mellé, öleld át, hallgass meg a kis hülyeségét, nyavajáját, hisztiét, mert ezek ugye ilyenkor mind-mind kijönnek, érez együtt vele, biztasd őt, hogy majd jobb lesz, majd megnyugszol. Tehát körülbelül ilyen jellegű szavakkal, mondatokkal lehet a nőket úgymond nyugtatni, biztatni, és együtt érezni velük. Jó? Tehát ne úgy tekintsetek erre a helyzetre, hogy nézd meg, milyen hülye, meg nem bírok vele, meg hisztizik, meg sírdogál, meg ilyenek. Ne! Tehát ilyet tilos ilyeneket olyankor mondani a hölgyeknek, vagy éreztetni ezt velük, mert ők olyankor azt fogják érezni, hogy ő nem fontos neked, nem figyelsz rá, nem törődsz vele. Ez borzasztó fontos. Talán ez a lehető legfontosabb, hogy amikor a nő érzi, hogy a hullámmélységben vele voltál, de amikor majd kijön, és a hullámhegyen lesz, százszorosan fogja ezt neked visszaadni. Ez egészen biztos, hogy így lesz. Hogy aztán, hogy hogyan fogja ezt viszonozni, az már ugye más kérdés, mert többféle módon lehet ezt azért viszonozni. Esetleg egy szexi cuccba beöltözve otthon várni fog, vagy nem tudom, tehát minden nő más, ugye? Aztán akkor is szeresd a párod, ha épp meghízik egy picit, vagy épp fogyott egy picit. El ne kezdj ilyen hülyeségekről beszélni, hogy jaj, most híztál, meg hogy nézel ki, meg menj konditerem. Jó, tehát ezek tilosak. Látjátok, én igazságos vagyok. Én azt is elmondom, hogy nektek, férfiaknak mi az, ami jó, mi az, ami jól esik. És azt is elmondom, hogy mi az, ami a nőknek jó és jól esik, és olyankor fontosnak érzik magukat. Tehát érezze a nő, hogy törődsz vele, hogy vigyázol rá, és hogy mellette vagy. Aztán
mint ahogy rátok is vonatkozik, bármit is tesz az a hölgy. Lehet, hogy nem sikerül olyan jól az a kaja, hiszen én is egy valamilyen kaját 10 különböző alkalommal megcsináltam, és 10 különböző íze lett. Ne kezdjétek el őt kritizálni ezért, mert úgy elmegy a kedve a főzéstől, meg mindentől, hogy aztán ti maradtok hoppon, ti lesztek majd az éhesek. Úgyhogy ez azért a hölgyekre is vonatkozik, mint ami rátok, fiúk, hogy ti is értékeljetek mindent, és köszönjétek meg, amit a nő értetek tesz. Amiért például kihordja a gyermekeiteket, vagy megszüli a gyermekeiteket, vagy kimossa a koszos ruháitokat. És legyetek mindig hálásak érte. Soha ne felejtsétek el az évfordulókat, a névnapokat, a születésnapokat, mert erre nagyon harapnak a nők, ezért nagyon mérgesek tudnak lenni. És hát ugye azért ezt ti is tudjátok, hogy nem csak Valentin napon, meg nőnapon kell szeretni egy nőt, hanem minden nap. A nőnek minden nap kell éreznie, hallania, hogy te szereted őt. Képzeld el a nőt, hogy ő egy elveszett kislány. És akkor talán így jobban megértitek majd, hogy annak az elveszett kislánynak mennyire fontos, hogy érezze és hallja, hogy te szereted őt, és hogy ő fontos neked. Ha tetszik, amiről beszélek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl. Írjátok meg a véleményeiteket is erről. Sziasztok!